A 20. Barokk Fesztivál számos érdekes programmal kedveskedik a történelem kedvelőinek. A Kuni Domonkos Múzeum augusztus 19-én Kövesdi Mónika művészettörténész közreműködésével mutatta be a kor kettő szentelt víztartóját, amik a múzeum legújabb büszkeségei a 18. századból. Az idei év során két vérbeli barokk műtárgyat sikerült megszereznie a Tatai Múzeumnak. Aukción tudtunk megvásárolni egy védett magángyűjteményből két tatai fajansz tárgyat. A fajansz a 18. századi tatai kerámia gyár története mindig is a múzeumnak az érdeklődési területe, a gyűjtő területe volt, tehát a legfontosabb anyagcsoporthoz tudtunk gyarapítani. És most már módunk van arra is, hogy válogassunk igazából, tehát olyan szép és gazdag a fajansz gyűjtemény, hogy csak a hiányok esetében figyelünk föl, és most pontosan ilyenfajta hiányról volt szó. A kerámia gyárban nem csak a korszak divatos barokk és rokokó ízlésű készletei készülnek, hanem szobrocskák is, ahol már a porcelán szobrászhat volna a minta. És ilyen szobrászi megformálású tárgyaink vannak, most már közvetlenül a két darabról beszélnék, két szentelt víztartó. Az egyik szentelt víztartó egy edényke, aminek a fölfüggesztésre szolgáló hátfalán a feszület ábrázolása látható. Itt egy nagyon nyilvánvaló katolikus napi használatra szánt, tehát otthonban használt, otthonban szánt használati tárgyról van szó, ami természetesen a vallásossághoz kötődik, a korszaknak a megújuló vallásosságához. A másik tárgy ennél is érdekesebb, egy abszolút szobrászi megformálású tárgy van. Veronikát látjuk, aki a keresztvitel során kendőjét nyújtotta Jézusnak, és a kendő megőrizte az ő arcvonásait. Ehhez erekje tárgyak és legendák is tartoznak. Minden esetre ennek a szobrászi megformálású szentelt víztartónak a formájában ez a Veronika kendő legendája éled újjá, és egy nagyon szép darab, sok ilyen készült, de a Tatai Múzeumnak egyetlen egy ilyen nem volt eddig.